A 72 évvel ezelőtt történt nagy tétényi svábok kitelepítésére emlékeztek augusztus 25-én a sváb emlékhelyen. A magyar és a német himnusz eléneklését követően Lászlóné Varga Éva, nagytétényi polgári kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi beszédben a németek Magyarországra történő betelepítésének okait és körülményeit ismertette, Kludák Erzsébet, a nagytétényi helytörténeti kör vezetője. A három évtizedig dúló fosztogató, mindent felélő és elpusztító zsoldos siserehad nyomában az ősi éhínségek, járványok nem is tizedelték, hanem harmadolták a lakosságot. A német nép szaporaságát és életerejét bizonyítja azt a tény, hogy 2-3 emberölté után már ismét túlnépesedésről beszélhetünk. Az osztrák-bajor Alpok, a Fekete Erdő magas hegyei közt húzódó kis völgyek már nem tudták élelemmel ellátni a népes családokat. Szerepet játszott a kivándorlásban az akkori német szogásjog is, a földet ugyanis mindig az idősebb fiú örökölte, a többiek a kivándorlás vagy az éhen halás között választhattak. A háború után a jövőbe vetett bizalom optimizmusa és a lankadatlan munkaszeretet volt az alapja annak, hogy Tétény újra felvirágzott. Helyi vonatkozásban hadd említsem meg az őszi barack kultúrát. A tétényi őszi barack éppen olyan márkanévvé vált, mint a makói hagyma vagy a kalocsai paprika. Megelőzte a szatymazi barackot, keresett exportcikké vált. Az Árpád utcai német nemzetiségi iskola egyik tanára és két diákja olvasott fel verseket a megemlékezésen. Die Heide ist meine geliebte Heimat, der Heideboden ist mein Vaterland. Es ist mir wiege Heimat und Alter, er ist der Ort, wo ich so glücklich war. Turi Katalin, valamint Schwab Hanna és Nóra műsorát követően Karsai Ferenc polgármester osztotta meg gondolatait a megemlékezőkkel. 1946. január 19-én hagyta el az országot az első vonatszerelvény, amely az elüldözött német honfitársainkat szállította Németországba. A kollektív bűnösség elve alapján. A nagy tétényben élő svábokat pedig a következő évben, 1947. augusztus 25-én gyűjtötték össze. Hogy életüket, emlékeiket 50 kilogramra korlátozva elvigyék őket hazájukból. Rájuk emlékezünk ma. Azokra, akik 72 évvel ezelőtt elveszítették családi és baráti kapcsolataikat, vagyonukat, hazájukat. Hogy aztán a háború által elpusztított Németországban az országgal együtt idegenként, de heroikus küzdelemben álljanak újra talpra. A sváb lakosság nagytétény meghatározó ereje volt. 1900-ban 2614-en laktak itt, az arányuk a teljes lakosságon belül 64% volt. Mi svábok jó magyarok voltunk, vallotta egy Magyarországról lenyűgözött sváb. És ezt mi is tudjuk, hiszen hosszú évszázadokon keresztül éltünk együtt, tanultunk egymástól, együtt oldottunk meg problémákat. Mind Magyarország, mind pedig Nagytétény sokat gyarapodott ez alatt az idő alatt. A sváb kistermelők, iparosok máig értékelt munkakultúrát honosítottak meg. Dr. Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, beszédében a nemrégiben elhunyt Sanc Tivadarra emlékezett. Életünk egy körhinta. Ki tudni, hogy ki, mikor, hány körre fizetett be minket. Mindig lesznek, akik ebbe a körforgásba beszállnak, és mindig lesznek, akik ebből a körforgásból kiszállnak. Miért mondom ezt? Sanc Tivadar barátunk ma először nincs köztünk, ő kiszállt ebből a körforgásból, kedden 1 órakor lesz a temetése. Azt hiszem, mindnyájunknak hiányozni fog. Júniusban most még a fúvós találkozón Tivadar ott volt köztünk, és akkor már láttuk, hogy bizony már nem a régi. És akkor többen mondták, hogy ezt a fúvós találkozót, ezt az ő emlékére most már kötelesek leszünk tovább vinni. Úgyhogy én ezt most ünnepélyesen bejelentem, hogy ezt tovább visszük, és Sanc Tivadar emlékére fogjuk megrendezni. Tisztelettel kérem kedves emlékezőket, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk rá. A megemlékezés a koszorúk elhelyezésével és a szózat eléneklésével ért véget a nagytétényi sváb emlékműnél.